újabb bajai sikerek. Két helyi gimnázium is szerepel a legjobb 100 magyar középiskola rangsorában. Öröm Szüret Nemesnádudvaron. A szüret utolsó napján a legkisebbek is megismerkedhettek a betakarítási munkákkal. Láthatóvá tenni a láthatatlant. Kákonyi Mária Konstantina munkáiból nyílt kiállítás a Nagy István Képtárban. Kedves nézőink, október 22-én pénteken köszöntöm Önöket a Bajai Televízióban, ahol kezdődik a híradó. Felállították a 100 legjobb hazai középiskola rangsorát. Baja az idei évben is eredményesen szerepelt az országos listán. A városból két gimnázium, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja, valamint a Bajai 3. Béla Gimnázium jutott be a legjobbak közé. A héten közzétették az ország legjobb 100 gimnáziumát összesítő listát. Idén holtverseny alakult ki a rangsor élén, így az 5. kerületi Eötvös József gimnázium mellett a szintén budapesti Fazekas gyakorló gimnázium került ki győztesen az iskolák közti versenyből. Míg az első 10 helyet többnyire a főváros intézményei foglalták el, addig összességében a vidéki iskolák vannak többségben a listán. A bajai MNAMK idén javítva előző évi helyezésén a 62. lett a sorban. Szauter Terézia főigazgató szerint ebben nagy szerepe van a két tannyelvű intézmény által biztosított sokszínű képzésnek. Háromféle utat kínálunk az érettségihez, az egyik út a nemzetiségi technikum, a másik út a nemzetiségi gimnáziumi képzésünk, és a harmadik út pedig a német-magyar dupla érettségihez vezető képzési út, amely külföldi német iskolaként adatik meg a diákjaink számára, és így aztán minden diákunk ebből tud választani olyat, ami az ő személyiségéhez a legközelebb áll, és amelyben ő a legeredményesebb tud lenni. A pedagógus hozzátette, az, hogy a diákok német nyelven sajátítják el a különböző tárgyakhoz kapcsolódó tananyagot, hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok a jövőben a különböző szakterületeken idegen nyelven is képesek legyenek kommunikálni. A pontozó bizottság ezúttal is a tanulmányi eredmények alapján állította össze a listát. Péter Stübler, német igazgató kiemelte, noha a pandémia miatt az elmúlt évben a szokottól eltérő módon zajlott az oktatás, a végzős diákok remekül teljesítettek. Már a tavalyi évben is bejutottunk az első 100 iskola közé, idén pedig több mint 10 helyet tudtunk javítani az előző eredményekhez képest. Külön örülök annak, hogy a körülmények ellenére is ilyen jól teljesített az intézmény. Tavaly több hónapon keresztül online formában zajlott az oktatás, de a kollégák remekül helytáltak, így a nehézségek ellenére is jól szerepelt a bajai iskola a HVG listáján. A bajai 3. Béla gimnázium csak nem 20 éve szerepel az összesítésben, és noha idén valamivel lejjebb csúszott a ranglétrán, továbbra is stabilan ott van a legjobb 100 között. Arnóczki János elmondta, a középiskola remek mutatókkal bír, a felsőoktatási felvételi eredmények nagyon biztatóak. Nálunk nagyon tudatos a felkészülés, megkapják ehhez a segítséget is a diákok, szülők részéről is, az iskola részéről is, és ez a tudatos felkészítés teszi azt lehetővé, hogy az első hely, amit megjelölnek, az nyilvánvalóan teljesül nagyon nagy részben, tehát döntő részben. Szerintem ez egy nagyon jelentős siker. Tehát ennek egy részeleme, ennek a jó helyezésnek ez is, hogy mi ezt is tudjuk teljesíteni. A HVG minden évben az oktatási hivatal adatai alapján pontozza az iskolákat. Ezen értékelés alapján választják ki a csaknem 600 középiskola közül a legjobb 100-at. Az elbírálás során figyelembe veszik az országos kompetenciamérést, az érettségi vizsgák eredményeit, de az emelt szintű vizsgák aránya és az intézmények felsőfokú továbbtanulási mutatói is hozzátesznek a pozitív minősítéshez. Újabb közleményt adott ki dr. Papp Zoltán Baja városi edzője. Mint ahogy arról már a héten beszámoltunk, az előző felhívásban a helyi vendéglátóegységeket szólította fel a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő regisztráció megkezdésére. Az új közlemény a turisztikai attrakciót üzemeltetőknek szól. A szabályok szerint a vállalkozóknak november 1-től kell bejelentkezniük az adatbázisba, 2022. júliusától pedig napi szinten kötelesek adatokat szolgáltatni és továbbítani azokat.
A kötelezettség a közfürdőkre, természetes fürdőhelyekre, muzeális intézményekre, várakra, kastélyokra, turistahajókra, állatkertekre, vidámparkokra, továbbá védett természeti bemutató helyekre és zenés-táncos rendezvényekre vonatkozik. A fent említettekkel foglalkozó vállalkozásoknak be kell szolgáltatniuk a szükséges adatokat. A felhívással kapcsolatos részletes tájékoztató az önkormányzat honlapján érhető el. Örömszüreti programot szerveztek Nemes Nádudvaron. Pénteken délelőtt egy helyi borász vendégelte meg az óvodásokból álló szüretelő csapatot. A gyerekeket a szüret utolsó napján fogadták, hogy a megmaradt szemeket ők vehessék le a tövekről. Péntek délelőtt, a szüret utolsó napján a legkisebbek látták el a betakarítással kapcsolatos feladatokat az egyik Nemes Nádudvari pincészetnél. A Petőfi utcai tagovoda nagy csoportosai már várták ezt a napot. Az óvodapedagógusok kötelességüknek érzik a szőlészet és borászat bemutatását, mivel ez is a magyar kultúra része. Emelte ki Bartosné Dibusz Eszter, a csoport vezető pedagógusa. Először is szeretnénk mindenképpen megköszönni a lehetőséget a Gruber pincészetnek, ezáltal a gyerekeinknek egy ilyen különleges lehetőséget tudtunk nyújtani, amiben a környezetüket így meg tudjuk mutatni, kimondottan a szőlőtermesztést, a szüretet, mivel ez fontos témánk is ebben az óvodai időszakban. A gyerekek már nagyon várták, készültek, és úgy látom, most nagyon jól érezték magukat. A lelkes gyerekeket egy 10 óra is várta a programon. Az asztalra sósütemény és múzsból készült gumicukor is került. Az óvodások ügyesen bántak a metszőollóval, természetesen a pedagógusok felügyelete mellett. A gyerekek azt is elmondták, mi minden történt a délelőtti foglalkozáson. Hogy levágjuk a sőjöt, és meg jelessen kóstolni, jelessen bejője bolyt csinálni, meg jelessen bejője ezt a sőjöt gumicukjót csinálni. A vendéglátó borász Gruber Attila kiemelte, az időjárási tényezők ellenére az idei évjárat felülmúlta a várakozásokat. A gyümölcsösséget, amit a hajósbajai borvidék talaja, adottságai szolgáltak, teljes mértékben ki tudták hozni a borokból. Tökéletes időzítéssel tudtuk az idei évben is befejezni a szüretet. A hivatalosan a 2021. 10. hónap 22-én, tehát a mai napon zártuk le a szüretet a Cabernet Franc szüretünkkel, amiben voltak segítségeink egy közösen megálmodott projekt alapján óvodások. Megszerettessük velük kicsit a szőlőt, megismertessük velük a természetet, hogy hát ha a következő évben ők lesznek az új generációs szőlészborászok. A szedés után egy rövid sétán a szakember a közelben található pincéket is megmutatta a legkisebbeknek. A szüret nagyon tetszett a kis segítőknek, amennyiben a feltételek engedik majd, úgy jövőre is szeretnék megtartani az örömszüretet. A takarmánypiaci helyzetre való tekintettel az Agrárminisztérium 30 milliárd forintnyi célzott támogatás kifizetését kezdi meg ebben a hónapban a tejpiaci szereplők számára. Az ágazat több mint 3300 árutermelő gazdálkodóknak és csaknem 12 000 alkalmazottnak ad megélhetést, a ráépülő tejfeldolgozásban pedig mintegy 6700-an dolgoznak. Helyzetüket most jelentősen megnehezíti, hogy az állati takarmányozásra szánt növények, például a kukorica nagy mértékben megdrágult az idén. Hazánkban tavaly az éves tejtermelés majdnem elérte a 2 milliárd litert. A Szent László AMK fennállásának 150 éves jubileuma alkalmából Kákonyi Mária Konstantina egykori kalocsai nővér és festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás Baján a Nagy István képtárban. A megnyitón Kovács Zita, a Tűr István Múzeum igazgatója, valamint Hajdók Róbert, az intézmény igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Az alkotásokat november végéig tekinthetik meg az érdeklődők. Nagy érdeklődés övezte a Bajai Nagy István képtárban azt a kiállítást, amelyet Kákonyi Mária Konstantina kalocsai nővér és festőművész alkotásaiból állítottak össze. A szervezés már korábban elkezdődött, ugyanis a tárlatot eredetileg a Szent László AMK 150 éves fennállásának alkalmából rendezték volna meg. Az intézmény 2020-ban ünnepelte az alapkőletétel jubileumi évfordulóját, a pandémia azonban keresztül húzta a számításaikat, így el kellett halasztaniuk a kiállítást.
Hajdók Róbert, az iskola igazgatója, a csütörtök délután tartott megnyitón beszédében elmondta, az iskola elődjében egykor oktató rajztanár művészete jól láttatja, hogy a szépségnek nevelő hatása van. Kívánom mindannyiunknak, akárhol is vagyunk, mindig legyen nyitott a lelkünk az esztétikai hatások befogadására. Az esemény színvonalát Lex Orsolya, Ölvecki Emma és Blank Berta előadása emelte, akik csángó egyházi népi énekekkel, verssel és saját szerzeménnyel is készültek az alkalomra. A Szent László AMK fenntartójának képviseletében Dávid Bernadett is köszöntötte a résztvevőket. A mi asszonyunkról nevezett Kalocsai Iskola Nővérek Társulatának általános főnöknője úgy fogalmazott. Szerzetesként mindannyiuk, így Konstantina nővér küldetése is az volt, hogy hirdesse Isten szeretetét. Konstantina nővér az evangélium hirdetését, ő az ecseten keresztül érte el, hiszen hogyha megnézzük a képeit, akkor a Jóistennek a szeretete tükröződik vissza. Azt gondolom, hogy most a kiállítás alkalmával Konstantina nővér odaállt az örökké valóságban, boldog és velünk együtt örül, hogyha egy-egy képen keresztül közelebb kerülünk a Jóistenhez. Én azt hiszem, hogy az ő feladata ez volt, és ezt meg is tudta valósítani. Kákonyi Mária Konstantina 1908-ban született Homokmégyen, tanulmányait a képzőművészeti főiskolában végezte. Több tanulmányúton is részt vett Európában, majd Amerikában élt és alkotott. Munkássága során többek között a festészet, a szobrászat és a fémdomborítás technikáit is alkalmazta. Az egykori nővérműveiből álló kiállítást Enkovács Zita, a Tűr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központ igazgatója nyitotta meg, aki egykor maga is kutatta az alkotó művészetét. A II. Világháborút megelőző időszakban főképp Art Deco szecessziós könyveket illusztrált, illetve az iskola falára készített szekko technikával különböző festményeket, illetve vászonolajképeket, amelyek közül néhányat megőrzött a Tűr István Múzeum, és néhány évvel ezelőtt vissza is adtuk a Szent László AMK tanáriában is lók például alkotása. Nagyon izgalmas pasztelképeket és romantikus hangulatú munkákat, ábrázolásokat készített. A II. Világháború katasztrófája mélyen érintette az alkotót, többek között azért, mert 1947 után nem térhetett vissza Magyarországra. Ez a trauma látszik azokon a monoprinteken és szénrajzokon, amelyeket ebben az időszakban készített a tengeren túlon, tette hozzá az igazgató. Ezt a hagyatékot őrzi az Esztergomi Keresztény Múzeum, amelyekből most Baján is láthatnak kiállított műveket a látogatók november 20-áig, de a Tűr István Múzeum is őriz tőle pasztelképeket és néhány illusztrált kiadványt is. Az alkotóról és művészetéről nézőinknek a Bajai Kultúra című magazinunkban részletesen is beszámolunk majd. Október 23-án a hagyományoknak megfelelően a város több pontján is megemlékeznek az 56-os forradalom és szabadságharc hőseiről. A programsorozat a Bajai Szent István Király plébánia templomban kezdődik, ezt követően a Bajai Szent Istváni Általános Iskola diákjai emlékeznek meg az ünnepről. A koszorúzást a Városháza aulájában tartják 16 órakor, majd 17 órakor a Városi Színházteremben adnak emlékműsort a Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Technikum és Szakképzőiskola tanulói. Az ünnepnap 18 órakor koszorúzással zárul majd a déli kertben álló emlékműnél. A részletes programokról a baja.hu oldalon tájékozódhatnak. Több hazai rendezésű eseményre is kilátogathatnak a hétvégén a bajai sportkedvelők. Vasárnap reggel a futóké lesz a főszerep a 3. Mogyi Trail terepfutó versenyen, majd a focistáknak szurkolhatunk, akik a tabella 9. helyén álló tompai csapatot fogadják. A kosarasok a nagy rivális Szekszárddal fognak megmérkőzni. Hétvégi előzetesünk következik. Vasárnap sem fognak hiányt szenvedni a sportkedvelő bajaiak. Reggel a futók a Tűr István hídlábánál gyűlnek össze, ahonnan elrajtol a 3. Mogyi Trail terepfutóverseny. A tavalyi évhez hasonlóan idén is 3 távon indulhatnak a versenyzők. Az eddigi megszokott távok 10, 18 és 24 kilométer, az eddigi megszokott helyszínen, a megszokott úgynevezett csodálatos környezetben, a Gemencben, időjárással is talán szerencsénk lesz,
A terep jó, hogy bejártuk a héten a mind a három pályát, minimális sár található rajta, úgyhogy nagyon jó versenyt várunk. 170 futó már leadta a nevezését a gemenci megmérettetésre, de helyszíni nevezésre is van még lehetőség rajt előtt. Délután a focistáké, majd a kosaras lányoké lesz a főszerep. A Koch Tamás vezette csapat vasárnap 2:30-kor lép pályára a Tompa játékosai ellen. A vendégek a 9., míg a bajaiak a tabella 4. helyét foglalják el. Javítani szeretnénk, mert az elmúlt hétvégén Sükösdön a második félidőnk az nagyon gyengére sikeredett, és az utolsó percben 2 pontot otthagytunk. Mindenféleképpen javításba gondolkodunk, és itthon akarjuk tartani a 3 pontot. A sükösdi meccset megelőzően voltak kifejezetten jó meccseink, azt a formát szeretnénk tartani, amit ott hoztunk. Dusnok ellen például kifejezetten jól játszottunk a hazai pályán, de előtte Mékuton is összességében jó meccset játszottunk. Bízom benne, hogy azt az arcunkat mutatjuk, és nem azt, amit Sükösdön a második fél időben mutattunk. A BNKK lányai a Szexár csapatát fogadják, akik nagy riválisai a kosarasainknak. Tamás Zoltán elmondta, a keddi HEB kupából való kiesés után jobb teljesítményre számít, és egy szoros mérkőzésben bízik. Nyilván, hogy mindent meg fogunk tenni, talán addigra már a keret feljavul, és teljes gőzzel tudunk a mérkőzésre állni. Én azt gondolom, hogy nem fogjuk olcsón adni, ilyen nagy arányú pontkülönbség biztos, hogy nem várható. Vasárnap 17 órától szurkolhatunk a BNKK-nak a Dr. Posta Sándor sportcsarnokban. Egy összefoglaló következik a mai tartalomból. Újabb bajai sikerek. 2 helyi gimnázium is szerepel a legjobb 100 magyar középiskola rangsorában. Öröm szüret Nemes Nádudvaron. A szüret utolsó napján a legkisebbek is megismerkedhettek a betakarítási munkákkal. Láthatóvá tenni a láthatatlant. Kákonyi Mária Konstantina munkáiból nyílt kiállítása Nagy István képtárban. Kedves nézőink, a hét utolsó híradójának végére értünk, legközelebb hétfőn este várjuk Önöket ismét. Hátra van még a hétvége időjárás jelentése, és elolvashatják a Duna vízállásának adatait is a képernyőn. Én a műsort készítő kollégák nevében is köszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét. Viszontlátásra! Szombaton a déli-délnyugati megyékben beborul az ég, másutt a gomoly, illetve fátyol felhők mellett sok napsütés várható. A reggeli órákig délnyugaton még előfordulhat eső, zápor, napközben csapadék már nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalban általában +2 és +9 fok valószínű, míg szombaton kora délután 11 és 15 fokot mérhetünk. Vasárnap túlnyomóan derült napos idő várható, azonban északkeleten kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem valószínű. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban -5 és +2 fok közé hűl le a levegő, délután pedig 10-15 fokos csúcsértékeket mérhetünk.